Mi szavaztok? Eminem és a rap széna rappereinek háborúja miért is kezdődött el? Ugye Eminem nem olyan régen kiadta a Kamikaze albumát, ahol elég sok mindenkit beoltott, Donald Trumptól kezdve Joe Budent, aki ugye egykor az ő kiadójában szerepelt, MGK-t, Machigan Kellyt és nagyon sok előadót bekostolt, megemlített, ugye, akik Lil néven rappelnek, Lil nevet használnak. Az MGK, Machigan Kelly ugye válaszolt egy dalban a Rap Godot, kicsit így kifigurázva a Rap Devil című számmal beszólt Eminem nekem, Eminem pedig a késáttal úgy tudom, hogy lezárta ezt a dolgot, bár azóta sok víz lefolyt a Dunán. Aztán lezajlott ez a veszekedés közöttük, még így a neten ment ez a dobálózás. És aztán nem olyan régen ugye megjelent az MGK-nek az új lemeze, és abban az egyik számban felemlítette, hogy a Killshot nem találta őt el, és nem tudta őt megsemmisíteni. És ezzel foglalkoztak nagyon sokan reakció videót csináltak a beszólásról, és hogy Eminem fog-e reagálni rá, vagy fog-e valamit válaszolni rá. Biztos, hogy fog rá szerintem válaszolni. És aztán most megint előkerült, tegnap találtam rá valami NF csávó, az az előadó neve, Returns a szám címe, amiben Eminemnek szól be, amiért Eminem a Teringer számában megemlítette őt, valamilyen utalást tett rá, és pedig egy visszaválasszal, visszatérő lemezen keresztül egy dalban, vagy lehet, hogy több dalban is beszól Eminemnek, hogy valójában Eminem miért kapja ezt a sok savat, és Eminem miért savazta azokat, akik őt szitták, megvan az oka, hiszen mindenki szitta a Revivalt, és az eddigi megjelent albumait, és tényleg érdekes albumokat adott ki, és érdekes dalokat. A Kamikaze-val felülmúlt az elmúlt 20 év kiadott szerintem lemezeit, vagy dalait. És én azt gondolom, hogy Eminem 46 évesen még mindig tud újat mutatni, és a sok 20 évest simán lekörözi. Ez az NF csávó a Returns számmal, aminek majd a linkjét be fogom rakni a leírásba, hogy tudjátok, hogy ki az az NF csávó, és hogy mi is hallatszik, és miért is szól be, vagy miért szól vissza Eminemnek. Meglepő dolog az, amikor tényleg vannak ilyen dolgok. Azt gondoltuk, hogy Magyarországon vannak ezek a rap háborúk, ugye Mr. Basta, AK-26, kikkel volt még háborúban, Hősökkel, VVBC-vel, meg még sorolhatnám a Wanted-del, meg egyéb emberekkel volt vitája Mr. Bastának. Azóta is vannak, gondolom én, konfliktusok sok mindenki között, itthon Magyarországon is biztos. De külföldön is azért zajlik az élet, és ott is mennek a dolgok. Eminem egy igen megosztó személyiség, és azért a 46 éve alatt sok mindent tett, főleg fiatal korában ő is azért úgy telibe találta az embereket, és őt is nagyon sokan telibe találták. MGK-re azért haragudott meg, mert a lányát, hogy is mondjam, oltogatta, vagy kóstolgatta, vagy valami megjegyzést tett rá, és Eminem ezért is pörgött be. De valami másoknál fogva is biztos, hogy megvolt közöttük a feszültség. Mindenkinek vannak vitái, de azt gondolom, hogy szerintem ezt nem dalokon keresztül kell megbeszéljük, hanem személyesen. Bár azért Amerikában, meg ott, ahol ők élnek, Detroitban, meg egyéb Michigan államban, meg mit tudom én, hol ott azért valljuk be őszintén, hogy ott nem a beszélgetés az előny, hanem ott előszeretettel lövöldöznek, és mint tudjuk, Tupac is azért halt meg, mert lelőtték, állítólag a piros lámpánál álltak, melléjük állt egy autó, és több lövést az autóra adva Tupacet érte a halál, ugye. Eminem rengeteg mindent csinál, de Eminem rengeteg előadóval rosszban van. Ugye Joe Budennel is volt valami vitája, Joe Budden azóta is folyamatosan próbál neki beszólni. Most is a Bang című számra reagált, ahol Eminem valami nem tudom kikről beszélt. Érdekes, hogy ott is zajlik az élet, és pörögnek a dolgok. Hogy Eminem mit fog reagálni ezekre a beef, dísz dalokra, vagy beefekre, oltogatásokra, irogatásokra, fenyegetésekre, üzenetekre,
Arra szerintem nem csak én vagyok kíváncsi, ti is kíváncsiak vagytok, mindenki kíváncsi. És bevallom őszintén, hogy még nagyon sokáig szeretném, hogyha Eminem dalokat adnak ki, de biztos vagyok benne, hogy a háttérben megint egy újabb lemez fog érkezni, így le fog pottyanni újra, lehet, hogy nem idén, lehet, hogy újra majd jövő nyáron, bármi megtörténhet. Lehet, hogy idén, most augusztusban megint kiad egy albumot, és megint felborzolja a kedélyeket, felborzolja az állóvizet, és kicsit megkavargatja azt a kakit, amit mások pottyantottak, és egy picit megdobálja őket ezzel a kakival, hogy azért, ha már ők dobálják őt, ha ő kapja a kakit, akkor ők is kapják már vissza azt a kakit. Ha érdekel téged ilyen hasonló téma, mégis érdekel Eminemről szóló videó, akkor kérlek, hogy lájkold, és csatlakozz, és a leírásba kattints le, és írd le a véleményedet erről. Szevasztok, találkozunk a következő videóban, sziasztok!